Manapság újra felfedezik a divatos kifejezéssel élve bioházakat, melyek építésénél kizárólag természetes alapanyagok használhatók. Aki esetleg ilyesmin gondolkodik, annak érdemes lesz figyelnie a kis piaci csapatra, melynek tagjai a vályokvetés tudományát mutatják be. Én a család vályokat venni, sok pénzt fogunk mi keresni. Nincsen kenyér, nincs tazonna, éhezik az egész család. Én most megpróbálom elmesélni, hogy vettük a vályokat, mikor építeni akartunk. Azt mondja nekem a férjem, hogy hallod-e, asszonság, hozzáfogunk a vályokveréshez. Hát mondom, az nehéz ez, hát megpróbáljuk. Na, kimentünk vályos gödrökbe. Először szétnéztünk a terepen, szép, síma legyen, ahová majd a vályokat kiverjük. Hát, de hogy csináljuk? Akkor lefejtettük szépen a gyepet a tetejéről, olyan gyepes volt a gödör széle. Főszedtünk valamennyi homokot, mert a vályok a székes főtből jó. A homokosból nem jó, mert szétmegy. Lebányáztuk, úgy hittük, mikor főzetozásokkal leraktuk, hogy le van bányászva. Közben az ember csinált a gödörbe egy kútat, mert nem volt benne víz. És akkor onnan, amikor lebányáztuk a földet, akkor jó, a gödörre fölmerte a vizet, meglocsolta, megáztattuk, no, átvágta a kapákat, és akkor másnap reggel, mikor kimentünk, megint meglocsolta, volt, aki folyvát szólt rá, mink szalmát tettünk rá, olyan törekesebb szalmát, mert a vályok sokkal erősebb, hogyha a szalma van benne, jobban összefogja. Volt egy vödröm, egy vályokvetőm, egy kis söprűm. És akkor, mikor letettem a vályokvetőt, és a vízbe belemártottam, és körül söpröttem, az ember a talicskába, ha volt talicska, ha nem, akkor tragadt, és egy ajtót, egy olyan kis ajtót vagy deszkába összefüggettük, hogy a tragacsúl, és akkor nyomjon le a sár. A rakásokba kiöntötte. Én lehajultam szépen, legyomtam a kezemmel és megurítottam, belecsaptam a vályokvetőbe, megvizeztem a kezem, és mind a két sarkába belenyomtam az öklömet, hogy a sarkai meglegyenek, hogy ne sarkatlan vályok legyen. Akkor még egyszer megmártottam a kezem, erről elsimítottam, a másik oldalról elsimítottam, és szépen fölvettem a vályokvetőt, így született meg a vályok. Mikor két nap, ha jó idő volt, két napot szikkat, akkor szépen még élire fölállítottuk a vágyokat, hogy azok jobban bírjanak száradni. Mikor megszáradt már annyira, hogy össze lehetett rakni, 50-esekben meg száros kulcsokba, ilyen kupacokba összeraktuk, és aztán hazaholtuk, azt építettük a házunkat. Lehet, hogy bevetjük ezt a technikát.